Nagy valószínűséggel kizárható, hogy dzsihadista akció által szombati Terész körúti robbantás hátterében, közölte Molnár Zsolt, a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság, valamint a Nemzetbiztonsági Bizottság zárt ülése után. Kósa Lajos pedig azt kérte, hogy mindenki nagy forrás kritikával olvassa az összes találgatást. Híradónk kérdésére, miszerint állhat-e szerelmi szál a háttérben, azt mondta a Fidesz frakcióvezetője, hogy a rendőrség minden szálat vizsgál az üggyel kapcsolatban. Találgatások és összeesküvés elméletek láttak napvilágot a szombati robbantással kapcsolatban, hiszen sokáig nem volt semmiféle hivatalos tájékoztatás az ügyben. Molnár Zsolt szerint ez kommunikációs hiba volt, ezért a Nemzetbiztonsági Bizottság elnöke arra kérte a rendőrséget, maradjanak folyamatos párbeszédben a magyar társadalommal. Minden jel azt mutatja, hogy a hét rendőrjáról életének szándékos kioltására történt a cselekmény. A motivációjáról keveset tudni jelenleg, a nyomozás zajlik, azonban a jelenlegi információk alapján az ideológiai, különösen a dzsihadista háttér motivum az nem valószínűsíthető. A köszöneti az első szó, a rendőröknek a gyors és szakszerű fellépésért, és a polgároknak, akik segítették a rendőrség munkáját, és nem szaladtak el a helyszínről. Így kezdte sajtótájékoztatóját Kósa Lajos. A Honvédelmi és Rendészeti Bizottság elnöke hangsúlyozta, a rendőrség óriási erőkkel hajtóvadászatot indított az elkövető ellen, ilyenkor pedig pánikkeltésnek helye nincs. Szeretnék mindenkit arra kérni, hogy nagyon nagy figyelemmel és óriási forráskritikával olvassa az összes találgatást, különös tekintettel a politikai összefüggésekre, mert a rendőrség semmilyen ilyen adatnak a birtokába nem jutott, és értelemszerűen ezért, miután kizárni sem lehet semmilyen összefüggést, mert most egyelőre a nyomozás még nem tartott, az ilyen feltételezések egyszerű spekulációk. Az ATV híradó kérdésére, miszerint állhat-e szerelmi szál a háttérben, Kósa Lajos azt felelte, minden szálat vizsgál a rendőrség. Semmit nem zárt ki, tehát az összes önök által is összerakható, minimálisan is hitelesnek tűnő teóriát, amit mindenki ki tud találni, ezeket a rendőrség mind vizsgálja. Vadai Ágnes vette át a szót, szerint a felderítésben sokat segített a civilek együttműködése, akikre számítanak is a rendőrök. Szél Bernadett pedig úgy gondolja, mérföldkő lesz a nyomozásban, amikor egyértelművé válik, hogy konkrét személy elleni merénylet történt-e, vagy szimbolikus támadás volt a szombati robbantás.